Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Sambala Központban. Most a Halottak Napi előadások egyik darabja fog zajlani. És szeretném a kúriai mahaján a zen nézetével kezdeni, de előtte a szokásos mantránkat mondjuk el, hogy minél jobban megérkezzünk ide. Köszönöm szépen. Dús téma mai, életről és haláról, köztestlétről és tudatról lesz szó. Szeretném röviden a szútra tudással kezdeni. A szútra tudás mindaz a struktúra, logikusan és elmével érthető dolog, amit a tan fölhalmozott. Ennek a rövid kivonata kezdődik az élet és halál zennézetével, illetve azzal, ami azon túl van életnek nevezzük azt az állapotot, amikor a test és a lélek együtt van. Egy térben, egy időben. Ez a jelenlegi állapotunk. A lélek, modern szóval a szoftver, a test, modern szóval a hardware, és a zen azt a tudatosságot vagy tudatot keresi, ami az operátor, ami a műveleteket végzi, és aztán az eredményt vissza is kapja. Ez az élet úgy kezdődött, hogy megszülettünk. Egy több lépcsős folyamat eredményeként a lélek testet vett föl. Ez a születés folyamata. Kezdődik ez az inkarnációs hely, idő és környezet kialakulásával, vagy leszűrődésével. A fogantatása folytatódik, a fizikai születéssel is folytatódik, és az individuum szépen beérik, és fizikailag, érzelmileg, értelmileg és lehetőleg társadalmilag is érett lesz, így nagyjából a 14. és 18. életévek között. Amikor ennek az ellenkezője zajlik, akkor a halálról beszélünk, vagy a meghalás lassú vagy gyors folyamatáról, amikor a test és a lélek szétválik. Ez lehet betegség, baleset, Természetes úton egyszerűen elfárad a test vagy a lélek, és akkor a lélek valahova megy, nagyon sok ember, nagyon sok tan mond valamit erről, a test pedig a temetőbe vagy hasonló helyre. Maradt tehát a negyedik, és a negyedik az az, az állapot, amikor a lélek nincs testben. Hogy hol van, azt most innen nem tudjuk, nagyon sok tanítás szólhat erről is, de igazából a zen nem nagyon foglalkozik azzal, hogy hogyan határozzuk meg azt az állapotot, amit testetlenség vagy születetlenség állapotának mondunk. Miért? Van egy olyan alaptörvény, hogy az a karma, amit te inkarnálódott állapotodban követtél el, azt csak is inkarnálódott állapotban lehet módosítani. Tehát teljesen mindegy, mit tettél a hűtőszekrénybe tegnap, pont abból fogsz főzni ma. Tehát ezért foglalkozunk a testben létellel, az élettel és ennek a tudatosodásával, mert itt tudjuk kipucolni azt a karmát, amit előző életeinkben az identitás rétegben elraktároztunk, megszülettünk vele, és ezzel, mint énség, mint személyiség dolgozunk. Világos, hogy amit ebben az életben elkövetünk, elvégzünk, tudatosítunk, ezt fogjuk a következő életünkben, mint azonosságot, énséget átvinni. A buddha tanításainak egyik legfontosabb darabja az éntelenség, vagy az én önálló lét nélküliségének a tapasztalata és kimondása. Enélkül igazából nem érhetnénk el a megszabadulást téves nézeteinktől, a kabzsiság és a harag börtönéből. Az, hogy az énünk az alkotó részekből tevődik össze, az, hogy minden én alkotó legyen az gondolat, érzelem, cselekedet, beszéd, változtatható, cserélhető, ez egy fundamentális felismerés, amely 2500 évvel ezelőttől már az emberiség útját befolyásolta, sőt, a megszabadulás felé vitte. Egy kicsit visszatérek a szoftver és hardware, a lélek és a test működéséhez. A Zen, Mahajána, illetve koreai változatában 8 tudatszintet különböztetünk meg. Az első öt az 5 fizikai érzékszerv, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Tehát a képernyő, az egér, a rajzoló tábla, mindaz az in és out, a ki és bemenet, amivel ezt az alakulatot, amit embernek hívunk, üzemeltetjük. És a hatodik, az a fogalomalkotó gondolkodás, ez zajlik nagy részt az agyban. Ez a fogalomalkotás nagyon-nagyon fontos. Ekkor a magyar nyelv ezzel a tárgyal párosítja azt a nevet, hogy Zenbot. Így alakul ki a név és a forma, szanszkritól a náma és a rúpa kapcsolata. Egyes kapcsolatokat szeretünk, más kapcsolatokat nem szeretünk. És ez a hetedik tudatrészben a választó minősítő tudatban születik meg. Ekkor döntjük el azt, hogy számunkra, mint egyén, valami kellemes, szerethető, szolgálja a túlélésünket, szaporodásunkat és birtoklásunkat, vagy sem. Ha ezt nem szolgálja, akkor veszélyt jelent, akkor félünk tőle, és akkor nem szerető, nem szerethető kategóriába tesszük. Érdekes módon az én is ebben a hetedik tudat Szférában, vagy rétegben születik. Az én kialakulása korábbi sem, hogy tudatos lenne. Tehát a gyerek már láthatóan nagyon jól működik, mielőtt önmagával tényleg tisztában lenne. Néha felnőttek is ilyenek. Amikor az emlékeink megcímződtek a fogalomalkotás és polaritás által, akkor az a nyolcadik, az a sztárház tudatban raktározódik el, és amikor meghalunk, akkor az első hat az kihuny, és a hetedik és a nyolcadik együtt az, amit léleknek hívunk. És ez különböző módokon tud újra születni, a tartalmától és a benne születő akaratvektoroktól függően. Ez lehet mélyből való újra születés, tehát emlős, lehet tojásból, madárféle, spórából, nedvességből, tehát gomba és egyebek, vagy pedig átalakulás, és ez a legérdekesebb így a nem szokványos születések szempontjából, ez az, amikor nem fizikai testet vesz föl, hanem a karmájának függvényében más energetika és más tudatállapotba kerül. Hogy pontosan milyen ember, az már az ő tetteinek, gondolatainak, érzelmeinek, beszédének, és az ezzel való azonosulásnak a függvénye. Hát ezek azok az újra születési csatornák, amelyeken keresztül akár emberi testbe, akár állati testbe és a transformáción keresztül nem emberi állapotba is át lehet kerülni. Nagyon sok olyan tan van, amelyik azt mondja, hogy ha már te emberi testbe születtél, akkor be vagy biztosítva, mert már más testbe nem is mehetsz. Ez a tan egy másik részével éles ellentmondásban van, ez pedig az, hogy minden lénynek, minden testhez kötött lénynek, sőt minden létállapotnak megvan a lehetősége a felébredése. Ez a buddha természetről szóló általános és a Mahajánában mindenhol elfogadott tanítás, és hogyha ennek a mély szerkezetét megnézed, akkor az azt jelenti, hogy nincs akadály. Tehát csak rajtad múlik, hogy eléred el a budha állapotot. Ha te magadat nem állítod meg, nem blokkolod le, akkor a megvilágosodás felé nyitva van az út. De ha ez így van, akkor ez visszafelé is így van. Tehát lefelé az elsötétülésbe, a tudatvesztésbe, Ugyanúgy nyitva van az út, mert hogyha az egyik felé nincs akadály, akkor a másik fele nincsen fal, nincs egyfajta menedék, ami külsődlegesen, beépítetten megóvna az embert bármitől. Hiszen akkor lenne rajtunk kívül egy olyasféle abszolút határ, ami felbonthatatlan. Ez visszafele, egy felbonthatatlan, áthatóhatatlan akadályként jelentkezne, mint a várfal. Ugye az ostromlók szempontjából az hatalmas akadály, a várban lakók számára óriási védelem. De ugyanarról van szó. Tehát azért vigyázzunk az ázsiai tanításnak a bizonyos részeivel, mert látni kell, hogy a mi kedvünkért, vagy a tanítványok kedvéért mondták ki, nem igaztalan, de részigazságokat tartalmaz. És itt megint csak az erősebb és mélyebb tan visz mindent. És a buddha természetről, vagy a felébredésről szóló tanítás az annyira alapos és annyira érvényes, hogy minden egyéb, amit a biztonságérzetünk növelésének a kedvéért mondanak ki, az bizony feltételekhez kötött, és nem abszolút értékű. Tehát nem igaztalan, csak feltételekhez kötött, ha abszolút értékben óhajtod alapul venni, akkor tévedsz. És ez nem a tanító hibája, nem a kimondott szó hibája, hanem a felnemismerés következménye, és azt pedig mi hajtjuk végre. Magyarul mi nem ismertük föl, hogy minden tanítás relatív, feltételhez kötött és mulandó. Tehát így tessék tudomásul venni azt, hogy az emberi lét mennyire értékes. A a szerint négy nehéz dolog van. Egy, emberi testbe születni. Akármennyire is munkás dolog ez. Nagy dolog. Ki tudod mondani azt, hogy én? és az én felismerése és kimondása a legnagyobb hiba és a legnagyobb lehetőség egyszerre. Mivel ki tudtuk mondani az ént, ezért le tudjuk tisztítani önképünket, és tapasztalni tudjuk önvalónkat. Az állat erre képtelen. Az alatta levő létformák képtelenek, a felettünk levő létformáknak, ahol nincs fizikai test, nincs ilyen problémája, hogy mulandóság, feltételezkötöttség és tökéletlenség, Legalábbis nem úgy, ahogy nekünk. A mahaján a világképe szerint a mostani érzékszerveinkkel a hat keletkezett világból kettőt tudunk felfogni. Az emberit és az állatit. Alatta van a démoni és a pokolbéli. Ez a rossz meg a nagyon rossz. És fölötte van a félisteni meg az isteni. Ez a jó meg a túl jó. Azért van ez a kettő plusz 2 plusz 2, hogy a keletkezésnek, a függő keletkező létnek a sajátosságait megértsük. Úgy fogjuk ezt föl, mint hogyha a középső kettő frekvenciatartományát tudjuk fogni a rádiónkkal, de mielőtt ennek a rádiónak a vevő képességét ki nem terjesztjük, addig számunkra az alsó kettő és a felső kettő zárva van. Álom állapotban néha megnyílik a rádiónak a csipkészlet, és egy kicsit beszűrődik a másik négynek a zaja, Azért zaj, mert nem tudsz vele mit csinálni. Ha tudsz vele mit csinálni, akkor lesz jel. Akkor jelzés lesz. Okay? A hat keletkezett világ fölött van egy olyan küszöb, amit úgy is neveznek, hogy a születés és halál kényszer küszöbe. Ez az a küszöb, ami alatt a karmád nehézsége és iránya miatt mindenképpen újra születsz. Nem választhatsz. A saját karmád következménye az, hogy az előbb elmondott átalakulás, spóra nedvesség, tojás vagy anyamék az, amelyen keresztül a karmádat folytatod, mert nem, tudta, nem, tudtad megállítani. Mert nem tudtad megállítani, ezért folytatni kell, mert benned van az az akarat, amely további érzékszervi tapasztalatra sarkal. Ha ezt az akaratot felszámolod, az érzékszervi tapasztalás szomja, szanszkitult tanhá, az ellobban, akkor az újra születés is választhatóvá válik. Ez az, amikor nem kényszerből születsz meg, és nem kényszerből halsz meg. Tehát a születés és halál kényszerküszöbe fölött van az, amit úgy hívunk, hogy a négyes birodalom, ahol vannak önállóan megvilágosodottak, pratjék a buthák, hallgatók, srávakák, már szabad akaratukból visszatérők, bóthiszatvák, és már nem születők, uthák. Ez nem négy elkülönült szint. Én ezt úgy szeretem interpretálni, hogy ez a születés és halál fölötti, az ezt meghaladó tudatnak a négy fontos aspektusa. Egy, tud hallgatni és figyelni. Nagyon mélyen ez a percepcióval azonos. A másik, hogy önerőből képes járni az utat. Az nem azt jelenti, hogy egyedül teszi ezt, de azt, hogy önerőből, külső hatás nélkül, nagyon világos motivációval gyakorol, él, cselekszik. A másik, ugye a bóthiszatva ideál, az azt jelenti, hogy a világban megjelenő megvilágosult lény, ahogy összentséggel a dalai láma is, és más nagy tanítók is a fogadalmaikban ismétlik, Mindaddig, amíg egyetlen érzékszerfesz kötött lény is szenved a létesülés hadbirodalmának bármelyikében, addig én is testet öltök, hogy ebből a szenvedésből megszabadítsam. Ez a bóthiszolatva fogadalmaknak a lényege. És a negyedik, amely szintén nagyon fontos, sőt a legfontosabb, hogy szükség van a teljesen megvilágosodott születés és haláltól független tudatra az, amely teljesen meghaladta azt, már nem kényszer a születés és a halál tapasztalata, és így is teljes éberségében és teljes fényében tud működni ez a butha állapot. Nagyon fontos azt látni, hogy mindaddig, amíg ezt nem tapasztaljuk, addig ez a strukturális tudás az elég keveset ér. Érdekes lehet, betölthet egy-két rést, feloldhat egy-két hiánytünetet, de valójában a tapasztalat az, igazi önvalónk tapasztalata, amely eljuttathat minket ezen küszöbb fölé, amelyet az előbb említettem. És hogy ez megtörténjen, az elmúlt 1500 évben nagyon sok koant gyártott a zen hagyomány, illetve a zenmesterek, és most ugrunk a szútrákról, a koanokra, mondván, hogy amit eddig diskurzív, logikailag felfogható tudásban közöltem, az nem jó és nem rossz, csak határos. Határos, ahogy mi is határosak vagyunk. Elképzelted-e, hogy vajon miért érzékelünk három tér és egy idődimenziót? Miért nem kevesebbet vagy többet? Miért nem tudunk mondjuk az időben is még egy dimenziót gyártani, hogy egy kis úkanyarra visszamenjünk a fiatalságba, és a találkozásom egy fiatal emberrel című novellát megírhassuk mi is, így élőben? hát felborulna egy csomó minden, az biztos. Mivel ezzel a hardverrel és szoftverrel, testel és lélekkel bírunk, ezért a tudatosságunk nem tud többet érzékelni ebben az állapotban, mint három tér és egy idődimenzió. Nem tud többet érzékelni belül, mint az az énség, az az én képzet, amivel dolgozunk, mert a személyiség hordozza azokat a feladatokat, sőt végre is hajtja, amelyek a tudattalan késztetéseit ugye elközvetítik. Ezek azok a feladatok, késztetések, mozgatórugók, amelyeket életeken keresztül, mint azonosság elraktároztunk magunkban, és ebben az életben akár passzívan megtörténik velünk, akár aktívan mi tesszük meg a világgal, megéljük ezeket. Miért? Azért, mert azonosulunk velük. Semmi más. Negatív azonosulás, félelem, pusztulás és a többi. Pozitív azonosulás, vágy, akarat, pozitívnak mondott tudatállapot. De innen nézve a pozitív és a negatív nem jobb és nem rosszabb egymásnál, mert egy identitás tudatnak a két oldala, biztos láttatok már olyan rajzot, hogy ránézt és egy gyönyörű szépséges leány megfordítottad is egy borzasztó boszorka. De ugyanaz a rajz, csak 180 fok a különbség. Jó? Ezért vigyázzunk nagyon a pozitívval, mert ahol ezt megteremtjük, ott óhatatlanul teremtünk egy negatívat is, és az úton való haladás nagyon fontos eleme az, hogy polaritások nélkül a maguk ilyenségében lássuk a jelenségeket, és így az egész világot is. Minden jelenségnek megvan a maga működése, anélkül, hogy jót vagy rosszat bígyeztenénk hozzá. Ha a kígyó mérget megfelelő módon kezeljük, abból orvosság lesz. Hogyha túl közel mész a mérges kígyóhoz, és helytelenül viszonyulsz hozzá, a kígyó megharap, és ugyanattól az anyagtól meghalsz. Ahogy ezt az egyik zenkölteményben mondták, ha tehén vizet iszik, a vízből tej lesz. Ha pedig a kígyó issza meg, akkor méreg. Tehát a tanítás is ilyen, sőt az egész világ is ilyen. A jelenségek működését úgy hívjuk szanszkrit, hogy tatva az a működés, ami szerint kifejti a tevékenységét. Az a törvény, ami többet tölt. És ezen tatváknak az összessége az a darma, amely az egész világnak a törvénye. Ez nem függ írásoktól. Az írások jó esetben részben reprezentálják ezt de teljességében csak saját magunk tapasztalhatjuk azon spirituális gyakorlaton keresztül, amely meghaladtatja velünk a fogalmakhoz való kötődést. Ez pedig a zen egyik alapelve. Ne támaszkodj az írásokra, tehát ne kötődj a fogalmakhoz, mondatokhoz, diszkurzív tudáshoz. Közvetlenül az ember tudatára való irányulás, tehát az az operátor, akiről beszéltem a bevezető elején, nem a léleknek egy bizonyos tartalmát, vagy tartalom együttesét kutatjuk, és nem a testnek egy bizonyos pontját, tehát nem a szoftverben és a hardverben merülünk el, hanem azt az operátort keressük, aki működteti az egészet. A harmadik alapelv az, hogy igazi önvalunk megtapasztalása a megvilágosodás, illetve felébredés, semmi több és nem kevesebb ahogy nyugaton rengeteg istenfogalom, istenérv és egyéb született, úgy keleten a megvilágosodásnak születtek nagyon terjengős definíciói az elmúlt két és fél során, és minél többet írtak róla, annál messzebb kerültek tőle. Ha elolvasod a gyémánt szutrát, akkor Subhuti megkérdezi a buddhát, hogy buddha, ugye a 32 ismertető egyről megismerhető a megvilágosodott, és akkor felsorolja, mert nagyon jó tanítványai voltak Buthának, és mindent megjegyeztek, amit mondott. És Buthának akkor az volt a dolga, hogy Subhuti túllendítse a szutra tudáson, és megkérdezi, Subhuti, mely ismertető jegyeit ismered a Buthának? És Subhuti, mint a Steinmanna jó tanuló, elmondja az egészet, mind a 32-t. És erre a magasztos azt mondja, hogy szubhuti, tudod, miről ismerszik meg az igazi butha? Nem magasztos. Arról, hogy ő nem függ a butha 32 ismertető jegyétől. Úgyhogy érdemes a gyémántsútrába belelapozni, mert ez már a prajnapár, tehát a meghaladó bölcsesség szútrák közé tartozik. Ugyanúgy, ahogy a szívszútra, a Mahaparinirvána szútra és a lótus szútra is. Nem beszélve az Avatam a amely tényleg azt mondja ki, hogy ha meg akarod ismerni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Na, mi ez a tudat? Ez a negyedik alapelvnek a sajátossága, hogy a zent az tudattól tudatig lehet igazából átadni, és ha ez az átadás megvan, akkor érvényes hagyományvonalról beszélünk, Emellé még azért kell egy kis ceremónia, meg írás, meg hasonló, de ha csak a külsőségek vannak, és tudattól tudatig történő átadás nincs, akkor az egész csak formalitás, és előbb-utóbb farizeizmusba torkollik, mint annyi minden más, ugye, tételesen. A beígért koanok következnek, mert tényleg elmondtam a szútrákról és a struktúrás tudásról azt, amelyet most a bevezetőben halanotok kellett, és szeretném a koanok tükrében megvilágítani azt, hogy hogyan működhetünk halál közeli helyzetben, vagy hogyan fordulhatunk olyan lényekhez, akik halál helyzetben vannak. Ez az a koan, amely már nagyon sok biztosítékot kivert, és azért kezdem ezzel, hogy egy picit ébredjünk rá a zen életszerűségére és transzcendens voltára egyaránt. Menjd meg! Egy reggel Námcsonz emmester hangos szóra lett figyelmes a templomban. A nyugati és a keleti zenterem szerzetesei vitatkoztak egy macskán. Az zenmester megragadta a macskát, elővette fogadalmi kését, és rákiáltott az egybegyűltekre. Szerzetesek! Mondjatok egyetlen igaz szót, és megkímélem a macska életét. Ha nem, megölöm. Senki sem tudott válaszolni. Erre nem megölte a macskát este, amikor Jojo visszatért a templomba, meghallotta a történteket a zenmestertől, mire levette cipőjét, a fejére tette, és kiment a szobából. Erre nem így szólt. Bizony, ha akkor itt vagy, megkímélhettem volna a macska életét. Kérdések. Nemcson így szólt. Mondjatok egyetlen igaz szót. Ha ott lettél volna, hogyan válaszoltál volna? Jojo a fejére tette cipőjét, és kiment a szobából. Ez mit jelent? Miért szekte meg fogadalmait a kiváló zenmester? Kommentár. Namchon, Jojo és az összes többi szerzetes már halott. Csak a macska nyávú. Miau, miau, miau. Tehát itt a kisebbi kérdés az, hogy Jojo miért tette a fejére a saruját és távozott, mely, mint tudhatjuk, a kínai hagyományban a gyász jele. egy konfuciánus, ugye buddhista időszak volt, taoizmussal is fűszerezve, és ott, hogyha jelezni szerették volna azt, hogy tudomásul vették valamilyen érzőlének a halálát, fejüketették a sarójukat és távoztak. Tehát nem ez a rejtély. Nem ez a rejtély. Az igazi kérdés az, hogy ha ott lennél, hogyan mentenéd meg a macska életét? És az első igazi reakció, amely az emberekből följön, az a felháborodás. Egyrészt, hogy mert te? Hogy vetemethetet arra, hogy kioltsa egy macskának az életét, mikor tudjuk, hogy az emmesterek, hát azok nem ilyenek. Na, ezt az érzelmi reakciót leküzdöttük, és a következő pedig az, hogy sajnáljuk a macskát, ez a másik. Sajnáljuk, és a sajnálattól, és így az önsajnálattól is kezdünk szívinfartust kapni, teljesen lebékjóz, és egyéb reakciókat is termel. Még mindig nem mentetted meg a macska életét. Tehát ilyenkor a reaktív tudatnak az elképesztő tréningéről van szó, hogy feleslegesen ne reagálj. Ez egy óriási dolog, különösen egy olyan logos függő és gondolat alapú társadalomban, mint az európai, ahol már több száz éve emésztjük azt, hogy mit jelent az, hogy gondolkodom, tehát vagyok. És hogy ez szerint éljük az életünket. Nagyon fontos azt látni, hogy a zen tevőlegesen, tapasztalati úton akarja meghaladni az életet és a halált, itt, ebben a testben. Ebben a pillanatban ébredjünk föl, ne halasszuk későbbre, ne tegyük függővé korábbi életek karmájától, itt és most mi az, ami benned lát, hal, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, beszél, cselekszik, tehát él, mert ez lesz az, ami meg fog halni. Nem más. Ennek illusztrálására szeretnék egy újabb kont felolvasni, mielőtt kérdéseket fogadok, és ez pedig az egyik legvaskosabb, Szokszán az emmesternek a kóanya, és ez úgy szól, hogy hét egyenes út. Réges-régen élt Kínában egy szokszán nevű zenmester, aki életében senkinek sem adta át a tant. Hanvasztásakor valakinek meg kellett tartania a darma beszédet, melyre a szerzetes vezetőt kérték fel. Ahogy elkezdte volna a beszédét az emelvényről, szokszán fiatal szolgálója Kubong előlépett és így szólt. Mesterünk mindig a hét egyenes utat tanította. Menj egyenesen, teljes a nyugalom menj egyenesen, félretettél mindent. Menj egyenesen, az őszi víz hűs, tiszta. Menj egyenesen, egyetlen tudat tízezer éven át. Menj egyenesen, a korhat fatörzs alatt kihűlt a hamu. Menj egyenesen, a nehéz, mozdulatlan füstölőtartó tartó egy ősi templomban. Menj egyenesen, az ég felé száll a füst a szélcsendben. Ha érted az igazi jelentését a hét egyenes útnak, akkor megtarthatod a darma beszédet. Ha nem, akkor nem szólhatsz, mondta a szolgáló. Egyetlen szín, sokféle működés, felelte a szerzetes vezető. Nem hihető, válaszolta a szolgáló. Ha nem hiszed, akkor látni fogod, mondta a szerzetes vezető. Meggyújtott egy füstölőt, a tartóba tette az oltáron, hátralépett és meghajolt előtte. A helyére ment, leült és teljes nyugalomban figyelte. Mire leégett a füstölő, a szerzetes vezető is eltávozott az élők sorából. Sokan felkiáltottak csodálkozásukban. Ó, a nagyszerű szerzetes vezető is a nirvánába tért! De a szolgáló csak háromszor meglegyintette a szerzetes vezető vállát, és így szólt. Ülve meghalni, vagy állva nincs akadály előtted. De mesterünk hét egyenes útjának jelentése nem fogható fel, még az álomban sem. Kérdések. Mi szokszán hét egyenes útjának a jelentése? Ülve meghalni, vagy állva nincs akadály előtted. De mesterünk hét egyenes útjának jelentése nem fogható fel, még az álomban sem. Ez mit jelent? Ha te lennél a szerzetes vezető, hogyan felelnél a szolgálónak? Kommentár. Hét ajtó nyílik ugyanabba a szobába. Mindegyiknek más a rajzolata és a nyílása. Ha ragaszkodsz a részletekhez, akkor nem lépheted át a küszöböt. Csak menj egyenesen, tégy hét lépést. Ekkor találkozol az igazi mesterrel, és megkérdezed, hogy szolgál a kedves egészsége. Kitűnően, köszönöm, és a tiéd? Hasonlóan. Ezt érted? Ha igen, akkor mehetsz szokszán hét egyenes útján. Itt megint egy fogalmi tisztázásra van szükség, mégpedig az, hogy amikor azt mondja, hogy a jelentése nem fogható fel, még az álomban sem, ez számunkra, akik tényleg a buddhizmus tágabb környezetét igyekszünk megérteni, nagyon fontos tanítás. Tehát az, hogy te testen kívül kerültél, az nem segít rajtad. Itt ez a jelentése ennek. Azzal, hogy a szerzetes vezető is tudatosan meghalt, ami azért valljuk be, kevés ember tudománya közé tartozik, ezzel még nem tapasztalta meg az élet és halál meghaladását. Csak egyszerűen meghalt, testen kívülre került, tehát álomállapotba került így a fogalomkör szerint. Egy olyan álomba, amelyből nincs visszatérés, mert a test nem fogad vissza. Abból az álomból, amelyből vissza tudsz térni a testbe, abból fölébredhetsz. Itt a szerzetes vezető csak egy új test felvételével folytathatja ezt. Szerintem ez bevezetőnek már sok is, és most tisztelettel várom a hallgatóság kérdéseit. Szóval nekem van egy olyan ö, kérdésem, hogy van egy visszatérő jelensége az én életemben. Mindig, ahol visszatérek a korábbi helyekre, ahol húzamosabb idejüket éltem, mindig elfog egy ilyen nagyon érdekes szorongás. És mindig úgy érzem, mintha én ilyen szellem lennék, akinek már semmi keresnivalója nincsen ott, és azonnal megyek onnan el. Viszont van egy hely, ahol egy kórház, ahol több évet töltöttem a gyerekkoromban, és amikor oda vissza visszamentem egy két évvel ezelőtt, akkor ott ö, onnan nem ugyanezt a nyomasztást éreztem, de de maradni akartam, és körbejártam az épületet direkt. És nagyon figyeltem, hogy, hogy mi ez, de igazából nem jöttem rá semmire, csak érdekelt, hogy mi ez az egész, és ö, nem tudom, hogy erre mit mondanál, hogy. Mi azt, lehet, hogy a múlt ö, árnyaitól meg kell szabadulni, különben nem élhetjük az életünket rendesen. Tehát, amikor csinálsz valamit, száz százalékig tedd azt. Amikor jelen vagy valahol, valakivel, száz százalékig légy jelen. A múltnak az árnyai felett ö, semmiféle igazi cselekedet nem születhet. Miért? Amit te azonosság tudatként és világélményként magaddal hoztál és most üzemel, abban a múlt összes szükséges eleme benne van. Nem kell visszamenni a múltba, ha déjà vu-d van, akkor konstatálod, hogy déjà vu-d volt, lehet, hogy naponta háromszor, és utána pedig mész tovább, és ebben a pillanatban próbáljuk megélni az életünket. Ez nem azt jelenti, hogy lezárjuk a csatornákat, csak az, hogy a fókusz az nem esik szét. Hát vannak olyan ö, gyakorlók, akik ott tartanak, hogy ö, ugyan az előző életeik valóban megnyilatkoztak előttük, de teljesen elvesztek bennük. Tehát azt kutatják, azt nézik, azt próbálják meg megváltoztatni hónapokon, éveken keresztül. És így a pillanatjuk elsorvad. A jelenlétük szinte nem létezővé válik a képességük szinte a nullára csökken. És ekkor szinte élő halottak, mert nincsenek jelen. Tehát amikor testben vagy, légy jelen, mert ezt kéri tőled a saját karmád is, meg mások jelenléte is. Amikor arról van szó, hogy mennyire vagyunk életben, az szinoníma azzal, hogy mennyire vagyunk jelen. Tehát kérlek, hogy légy életben, légy száz százalékig jelen, ismert föl a mostani helyzetedet, a kapcsolatot és a teendőt. És akkor automatikusan a múltnak minden emléke be tud épülni a jelenbe, úgyhogy hogy azt teljesen frissen, a tudat széttagoltsága nélkül megélheted. Nekem ez az első történet, az nem jött be a vége. Nekem sem. Nagyon sokáig dolgoztam rajta, amíg bejött most egy picit úgy feszültség az az bennem, hogy hát labilissá vált a világ, meg vált minden. Az hát eddig is labilis volt, csak az m -mester kimutatta. Tehát amikor az ember közlekedik, nem gondolja, hogy meghalhat az utakon, aztán egy teherautó és ráébreszti. Tehát nagyon vigyázni kell azzal, hogy az ember a saját biztonsági zónáját ne egy ilyen teljes védelem alatt álló, stabil valaminek gondolja, hanem lássa azt a feltételez kötöttséget és mulandóságot, amely az élet sajátja. És világos, hogy ez a bizonytalanság kibillent abból a kényelmi zónából, ahol a személyiség általában van. De fordítsd ezt tehát olyan motivációra, hogy mensd meg a macskát. Ha megmented a macskát, akkor a saját biztonsági zónád is helyreáll, és újra egyensúlyba kerülsz. Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy mitől van az, hogy valaki az életútja mondjuk tart 99 éves koráig és mitől van hogy csak mondjuk 20 éves koráig korábbi karma eredménye tehát vannak olyan karmák amelyeket élettek óta viszünk magunkkal és most érik meg és ezeknek a, az okozati síkja nagy részt láthatatlan vagy ismeretlen képzelj el olyan bumerángot amit eldobsz 20 másodperc múlva visszaír a kezedbe, és elkapod. Látod a teljes kört. Képzelj el egy sokkal nagyobb és repülő képesebb bumerángot, amit eldobsz, megkerüli mondjuk a félvárost, eltűnik a látóhatáron, és visszaír a kezedbe. Ezt is tudod, hogy te dobtad el. Viszont ha eldobsz egy bumerángot úgy, hogy a következő életedben jön vissza, akkor már nem a te új lenyomatod van rajta, hanem a korábbi inkarnációd, és nem biztos, hogy felismered. Csak akkor úgy tűnik, hogy idegen forrásból jött, valakik megcsináltak veled valamit, stb. stb. többi. Miért voltál ott? Abban az időben, azon a helyen? Senki sincs rossz helyen vagy rossz időben, csak nem ismerte fel a karmáját, és ezért nem tudott rajta változtatni. Előfordult az, hogy megkérdezted, hogy miért ebbe a testbe születtem? Miért nem mondjuk egy ilyen újságcímlapos lénynek a testébe, és akkor talán nekem sokkal jobb lenne, vagy ilyesmi? Nem, nem a szomszédba születtél, nem egy újságcímlapos lény testébe születtél, mert ez a karma, ez a lélektartalom ezt a testet vonzotta be. A kettő szorosan egymáshoz tartozik. Nem csak a testet, hanem apuka, anyuka és a család karmáját is oda passzoltál pontosan, oda kellett születned ahhoz, hogy folytassad azt, amit a korábbi életben abbahagytál. És innentől kezdve, hogy ezt az életet meddig éled, divatos most arról beszél, hogy lélekfeladat. Igen, nem csak a lélekfeladat, ha van ilyen, az attól az, hogy te elvállaltad. És az elvállalás mögött is, ugye vágy és dűtípusú impulzusok vannak, vonzó és taszító impulzusok. Tehát megnézed ezt a szőnyeget, persze ez szőnyeg, de mintákból, öltésekből, vászomból, rojtokból és egyebekből áll. Van egy további ilyen kohan, a gécsong szekere, az úgy szól, hogy gécsong készített egy szekeret. Egyszer pedig úgy gondolta, hogy szétszedi szétszedte az első kereket, a hátsó kereket, kivette a tengelyt a kerékagyból, az oldalt, a bakot, mindent szétszedett. Mi vált ezáltal világossá? Így a karma törvényét el lehet kezdeni egy picit látni, és ez a látás maga a buddha természet. Ne keresd máshol. Magunk között szólva a buddha természet is egy segédfogalom, hiszen eredetileg nincs neve és nincs formája. Tehát miről beszélünk? Mi az, ami most hallja ezt a beszédet? Úgyhogy nagyon fontos a tapasztalás, és a tapasztalás fogja ezteket igazából megoldani, de csak a saját karmát gazdája lehetsz. Tehát segíthetünk másoknak, de alapvetően csak magunk tudunk az úton járni, és a magunk útját tudjuk járni. Ekközben kapcsolódunk, társadalmat, családot, szangát, csoportokat, mindenfélt alakítunk. Hogy ki meddig él, az bizony csak a saját karmájának a következménye, mert ez az, ami a külvilágot valamilyen módon kondicionálja, és így jelennek meg a térben különböző tárgyak, emberek, események. És ezért van az, hogy sortűz, sajnos háborúban, és. Kettő meghal, egy él, másik három meghal. Miért? Mitől? Ismét. Adott térben, adott időben, adott tudattal ki volt ott? Milyen karmájú ember volt ott? És semmi más nem döntött, csak ez. Tehát nincsenek csodák, nincs szerencse, hanem ok és okozat van. Ha nem látjuk, akkor mondjuk bal szerencsének, jó szerencsének. Ha beláttad, akkor azt mondod, ó, jó sorsa van, vagy rossz sorsa van. Okay. Nekem nagyon tetszett ez a bumerángos dolog. Az lenne a kérdésem, ha én eldobom a bumerángot, és megkerüli a Földet. Ez alatt én elfelejtem, hogy eldobtam a bumerángot. De amikor visszajön, akkor eltalál és megöl. Akkor a sors vagy karma. Önmagam elrontója voltam. Mindhárom így együtt. Köszönöm Főétel, desszert, igen. az összeset megetted. Így igen. van, pontosan. Köszönöm. Reinkarnációról, illetve idővel kapcsolatos kérdésem lenne. Ugye, ahogy mi most felfogjuk az időt, az egy lineáris dolog. Ciklikus is, barátnőd van? Igen. Akkor ő megmondja. Jó, de hogy. Igen. Újászületést azt időben, folyamatában, tehát egy élet, ez szerint a lineáris idő szerint következő élet, tehát időben eltolva, vagy pedig teljesen időtől független az újjászületés, tehát lehet -e egy a jelenlegi időtől korábbi újjászületés egy léleknek, tudatnak. Nem olvastál egy kicsit sok tudományos fantasztikus nem. Ugye? <laughs> Tehát társítsuk szét a fogalmakat. Az újra születés az, az, ami ugye testről testre, mint a gyertya lángja, ugye? az újjászületés az még ugyanabban az inkarnációban. Tehát elmész egy wellness hotelba, és kiösz, meglátod a számlát, és mintha újjászületnél. Tehát a lényeg az, hogy az újra születések azok azért érdekesek, mert lineáris és ciklikus időben egyaránt vannak. És ezért mertem kijelenteni a bevezető egy szakaszán, hogy azért érzékeljük ezt a Háromdimenziós teret és ezt az egydimenziós időt akár ciklusban, akár linearitásban gondolkodom, mert ebben a testben vagyunk. És az, hogy te visszaugrasz egy korábbi életedbe, és ö, már másképp viselkedsz, és akkor ezzel más nagymamád és nagypapád lesz, és ezzel befolyásolod a világtörténelmet, ilyen nincs. Lehet, hogy egy kicsit ez egy science fiction-es, hogyha azt elfogadjuk, hogy nem csak háromdimenzió létezik, hanem több is lehetséges hogy a tudat az több dimenzióban is létezhet egyszerre? Annyit tudunk, hogy amikor a lélek nincs testben, de tudatos, tehát álmodik, akkor ez a fajta téridő ez nem így működik. Ennyit tudunk. Az összes többi tényleg science fiction, amiben én nem mennék bele. Szeretem én is az ilyen regényeket és filmeket, de hát az ugye a szórakoztatóipar egyik terméke. Amikor pedig a tudati testi lelki realitásról van szó, akkor támaszkodjunk az ettől független tapasztalásra. És az biztos, hogy az állomállapotban uh, nincsen sem lineáris, sem ciklikus idő és dimenzionális tér sem. Képzeteink vannak, de az a tudat kivetülése. Aki visszatért már tudatosan testbe állomállapotból, az pontosan tudja, hogy ez milyen átmenet. Az átmenet egyébként eléggé brutális. Tehát a test hideg, nem mozdul, a szempilláid ólom nehezek, a kezedet egy ilyen elképesztő erőfeszítés útján tudod csak egy millimétert megmozdítani, az első képzet az, hogy nem lélegzel. Van lélegzet, csak elképesztően lassú. Tehát a hétköznapi tudat számára az nincs. És hogyha valami hirtelen átmenet miatt jöttél vissza a testbe állapotba, akkor ez egy ilyen teljesen sokszerű történet lehet. Amikor a tér és az idő természetét kutatjuk, akkor csak ezen a testen és ezen a lelken, így az elmén keresztül tudjuk ezt tenni. Tehát nem kaphatunk más eredményt, mint amit ez a pszichofizikum, ez a hardware és szoftver együtt megfogalmazni, illetve interpretálni tud. Ezek a határaink. Úgyhogy ezen a határon belül mozog minden, minden hiszen az összes instrumentum csak ennek az eszközrendszernek a meghosszabbítása, a kivetítése. Tehát a legnagyobb távcső is csak úgy lát, mint a szemünk. Tudom, vannak rádiótávcsövek, gamma, stb. stb. Az is csak úgy lát, ahogy a mi logikánk és matekunk interpretálja a különböző sávszélességeket. Az is a határaink között van. Tehát nem tudunk nem emberi módon gondolkodni. Még ez is elég nagy feladat. Az a kérdésem, hogy a, az a tudatosságom múlik, hogy valaki fél a haláltól, és tehát, hogy nehezen megy át ezen a kapun, vagy, és, és egy másik ember meg meg nagyon könnyen. Igen, azon múlik. Tehát, hogyha ezt így a, a, az életem során valam, tehát így próbálom, tudatosítani, hogy nem tudom, hogy mondjam másképp, akkor... Ö... A tudatosság itt azt jelenti egyébként, hogy minél tudatosabb vagy, annál jobban meghaladod az életet és a halált. Az ellentétek hétköznapi meghaladásával kezdődik, a jó és a rossz meghaladásával, és haladunk az egyre keményebb dualitások felé, és ebben az állapotunkban nincs keményebb dualitás, mint az élet és a halál maga nincs nagyobb kapu, mint a születés és a halál kapuja. Ha ezt a nem mozduló, tiszta tudatot tapasztaljuk, amely mentes élettől és haláltól, akkor a félelem is elmúlik. Általában a szenvedéstől félünk. Amíg a szenvedés és a halál az egybe van sajtolva a tudatban, addig mindig is félni fogunk. Tehát a szenvedés szenvedés, a halál pedig halál. És kész. De amíg ezt a lélekben nem tisztáztuk le, Addig a kettő együtt van, és félünk. És nem kell, hogy féljünk. Meditációban többször ö, megtapasztaltam már, hogy spontán így leáll a légzés. És ö, volt egy olyan ö, tapasztalatom, amikor nem tudnám azt mondani, hogy leállt a légzés, csak felismerődött, hogy nincs ö, tüdő, levegő. Ö, és annyira természetes volt ez az egész, az villant be, hogy a, így, így halunk meg, hogy az utolsó kilégzés után a, csak ez marad. Ez mind rendben van, csak egy apróságra szeretném fölépni a figyelmet. Egy hasonlattal, amikor elzárod a csapot, akkor van benne víz, vagy nincs? Hát ki, ki az, aki elzárja a csapot? Most egyik lábat vakarod, és a másik vízket. Most nem az alanyról kérdeztelek, hanem a tárgyról. Tehát a csapban van-e víz, amikor elzártad? Ne, nem független egymástól. Megint. Etereled a fókuszt. Független vagy függő, nem ez a kérdés. Van víz a csapban, amikor elzártad, vagy nincs? Hozz egy döntést. Akkor van. Helyes. Tehát amikor úgy tűnik, hogy nem lélegzel, a testben akkor is van oxigén. És meditációban tényleg le tud állni a légzés, úgy, ahogy azt te megszoktad, mert a tüdőreflexek kikapcsolhatnak. Ettől az élet nem áll le. De hogyha az oxigéntartalom egy bizonyos kritikus küszöbb alá csökken, akkor jógi legyen a talpán, aki ebből az élve eltemettetésből feléled, és hát azért vannak, akik ezt meg tudják csinálni. Ez egy nagyon mély szamádi állapot, amikor a töredékére, az ezredrész- ezredrészére csökken le a sejteknek az oxidációs folyamata, és akkor töredék ö, oxigénre van csak szükség. De mégis van. Amikor a lélek elhagyja a testet, akkor teljesen leáll. Teljesen. És ez ehhez az állapothoz csak nagyon kis részben hasonlítható. Tehát ezzel semmi baj nincs. Csak a következő kérdés merül föl pusztán praktikumból. Ha ezt megtapasztaltuk, milyen tudati változás következett be? Tehát mennyivel lettünk mi felébredettebbek az ilyen tapasztalások által? Tehát ezek nem rosszak és nem jók. De valójában mi történt? Semmi. Helyes. További meditációs gyakorlatra van szükség. Egy kis intermedzóként a halotti szertartásoknak a mikéntjéről beszélnék. Tehát megkérdezhetjük, hogy az összes nagyobb vallásban van halotti ceremóni, és ugyan miért? És azért, mert akár van írott kultúrája a halál utáni lélekállapotokról az adott hagyománynak, lásd tibeti, egyiptomi és egyéb halottas könyvek, vagy nincs, de mégis a léleknek az útját igyekeztek segíteni akármilyen kultúráról vagy vallásról van szó. Tehát nem hitték az emberek, hogy csak úgy eltűnünk hirtelen, mert azt kevésbé tudtuk bizonyítani, hogy a semmiből jöttünk, tehát nem a semmiből jöttünk. De az mindig kérdéses volt, hogy, hogy hová megyünk, és hogyha esetleg rossz helyre mennénk, akkor ne, ne a rossz helyre menjünk, hanem jó helyre menjünk. És ezért a halotti szertartások nagyon komoly üzenetet és tanítást hordoznak az elhalt léleknek, és ezek a szertartások csak is arra irányultak, hogy a köztes lét ugye megadott állapotában, a testtől való elszakadás és a továbbvándorlás állapotában még egy ideig tanítható a lélek, még egy ideig felfogja, és bár csak mentális döntéseket tud hozni testi és lelki reakciók nélkül, de mégis a bardóban el lehet tévedni, és lehet helyes úton is maradni. Ez szintén tudatállapot függvénye. Tehát az, hogy milyen tudattal megyünk ebből a testből tovább, az a függvény annak, hogy hova jutunk. Egy tibeti tanítás szerint annyi időd van igazi önvalódat realizálni a halál folyamatában, mint, a, mint amennyi idő alatt egy jó lovas felszáll a lovára. Magyarul nem sok. Tehát, hogyha bele vagyunk feledkezve az érzékszervi szenvedésbe, a különböző tudati kivetülésekbe, a pszichének a különböző hánytorgásaiba, a haldoklás és halál folyamán, akkor olyan módon el lehet tévedni, hogy külön bérleti szerződést iratnak velünk egy skótkastélyban, mert ugye a kísértett járás az nagy biznisz. Tehát akkor itt maradunk földközelben, és elkezdjük macerálni testetlenül a konyhabútortól kezdve a terepasztalig a különböző hobbijainkat, mindent. Ahhoz, hogy az ember tényleg egyenesen menjen az útján, ahhoz megfelelő tudatosságra van szükség, és ezt a halotti ceremóniák egy ideig-óráig bizonyos energiával, egy ilyen kis hamubasült pogácsa című útravalóval segíthetik, a karmádat nem veszik le rólad, de a látását megkönnyítik egy darab ideig. Ezért, ha megnézed, mindegyik szertartásban nagyon komoly tanítás van az igazi önvalónkra, a világ természetére, az élet és alá működésére vonatkozólag. És ezt így tudod a helyére tenni, a kicsit intellektuálisabb, struktúrálisabb tanításokkal együtt. De hogy, ö, azt szerettem volna kérdezni, hogy én azt vettem észre, hogy ilyen fokozott bevitel, vagy más. Más dolgok hatására. Nem csak az észlelés, hanem úgy tűnik, mintha a valóság is kezdene megváltozni. Hát ha az észlelés megváltozik, akkor a valóságból mi marad? Igen, de itt, itt néha én olyan azon a határon vagyok túl, hogy, hogy ezt már nem tudom az észlelés megváltozásával magyarázni ezeket a változásokat. És hogy erre van-e valami gyakorlati módszered, hogy hogy ezt hogy lehet külön választani? Igen. Ott kell állni egy kocsma bejáratánál jó sokáig, megnézni, hogy milyen érzékeléssel mennek be az emberek, és milyennel jönnek ki. Tehát amikor a végén azt mondja, hogy melyik sorból kérdezed, akkor tudod, hogy megváltozott az érzékelés. Hát az érzékelés és a valóság itt az illető számára teljesen ugyanaz. Tehát mihelyt a te érzékszerved tiszta, akkor a valóság is tiszta. Az érzékszervek torzulnak, vagy befolyásolódnak, vagy kapnak egy kis kémiát, akkor a valóságélményed, és hát nézd meg, hát ezért csináljuk az egészet. Azért kell a különböző alkaloid alapú, alkohol alapú, hormon alapú, gomba alapú és különböző egyéb kémia, hogy megváltozzék a valóságérzékelés. Mi ezt akarjuk, mert az eredeti változat az vagy borzalmas, vagy túl egyszerű, unalmas, eseménytelen. Nem elég tudományos, fantasztikus, stb. Tehát valami kell, hogy azt érezd, hogy életben légy. És ezért az érzékeléseket maceráljuk, ahelyett, hogy a tudat tisztaságát emelnénk. Pedig amikor a tudat letisztul, és kimész mondjuk egy egészséges elvonulás után a szabad ég alá, és így megnézed, olyan kékég -kék még nem volt. Az biztos. Ezt nem érzékel. Szóval ö, nem, nem képzelhető el, hogy pont a tudat szint. Tisztaságának az emelkedésével ö, látunk át egy valódi valóságba, illetve hát pontosan erről beszélnél te is? Hát én nem erről beszélnék, de ez lehetséges. Magyarul minél inkább itt vagy, annál jobban látod ezt a helyzetet, ezt a pillanatot, és nem egy másik valóságba nézzünk át, mert elmondom, másik valóság nincs, ez van. Így, ez van. Ezt viszont ki lehet terjeszteni. Tehát ennek a valóságnak vannak átláthatatlan részei, mint például a kékszakálló herceg várának bizonyos szobái, amelyeket Judit akkor is fölnyit, ha ezt a herceg nem akarja. Igen, azt szeretném kérdezni, hogy ugye a magyar kórházakban az van, hogyha meghal egy, egy beteg, akkor utána szinte egyből kikerül hát, oda, ahova nem is tudom, proszektúrának hívják talán és hogy hát régen a magyar hagyományokban az volt, hogy három napig virasztottak mellette, és csak utána került tovább. És az a kérdésem, hogy, hogy mit ér az a szertart, az a temetési szertartás, ami már mindezek után van. Tehát, hogy nincs meg ez a háromnapos átmenet, hanem, mit tudom én, egy hét múlva, vagy tíz nap múlva van a temetési szertartás. Még érhet, de egyre kevesebbet, ahogy az idő halad. Be kell látni ezen szertartások helyi, közösségi, családi fontosságát. Ez ugyanolyan fontos, mert azért az itt maradtakra is gondot kell fordítani. A Mahajána is szerint 49 nap az újra születésig eltelő idő, ez viszont nem abszolút érték, ez egy átlagérték, és van, akinél ez gyorsabb, van, akinél ez sokkal lassabb. Tehát ez egyénfüggő és karmafüggő. De annyit tudj, hogy a, a, lélek, ahogy halad az útján a halál után, különböző transformációkon megy keresztül. És ezeket lehet segíteni még egy 49 napi vagy 100, 100. napi szertartással is. Úgyhogy nem késő, de a hatékonyság az csökken. Főleg az első három napban kell valami nagyon gyorsan, hogy abból a sokból, ami a halálnak a sokja, hamarabb felébredjen, és az a nagyon vastag ilyen kátrányszerű valami, ami az feldolgozatlan érzékszervi karma, hogy azon nagyon hamar keresztül törjön. Ha megnézel ilyen görög, meg egyéb ilyen alvilági mítoszokat, akkor van egy alvilág folyója, meg ezek a hegyek, meg a labirintus, meg ilyenek. Hát ezek nem pusztán a véletlen szüleményei, hogy ilyenekben gondolkodtak, mert a pszichének ezen keresztül kell menni, nagyon komoly álom állapotban is, és a halál állapotban is. Na most a legnagyobb probléma az az, hogyha a halál beálltát nem pontosan állapították meg, és még a lélek visszatér. Hát a régi világban volt ilyen. Azt hitték, hogy Józsi bácsi meghalt, az kopogtatott a koporson. Úgyhogy ezzel korábban nem mindig jártak el alaposan. Most azért bízhatunk abban, hogy a mostani orvostudomány egész pontosan megállapítja a halálbeálltát, mert nem csak a látható, meg a hallható, hanem azért a mérhető paraméterek szerint is. Vége, és akkor vége. Nagyon fontos szerintem az a plusz energia és plusz tisztaság, amivel útjára indítjuk a lelket a következő fázis felé. De már a századik nap után egészen biztos, hogy csak az itt levőknek, az itt maradottaknak szól a szertartás. Az is fontos lehet, van olyan zenmester, akinek a 116. szertartását tartottuk most a Koreában nemrég. Nirvana a 116 éves évfordulóját. Fontos, mert mindenki egybe gyűlik, és látjuk egymás arcát, de az emmest, ez már semmi köze. Egyébként még a fűszerként ennek a tetejére, hogy minél magasabb szintű a tudat, annál kevésbé kell neki ilyesmi. Tehát volt olyan, hogy hegyen, szerzetesek közt, meghalt valaki, akiről tényleg tudták, hogy nagyon ott volt a szeren, betették egy ilyen szívszútra paraván mögé a testet, leborultak háromszor, megütötték a csuppit háromszor, és kész, hanvasztás, viszonlátás. Ennyi volt. Van -e olyan, hogy két ember karmikusan össze van kötve? Van. Összekötötték egymást, párkapcsolatok ilyenek. Mondjál még ilyet? Ennyi volt a kérdésem, köszönöm. A kötelék egyik része sem abszolút, egyik része sem a mentes a mullandóság, kötöttség és tökéletlenség törvénye alól. És éppen ezért minden párkapcsolat, minden emberi kapcsolat, nem csak párkapcsolat. Folyamatos fenntartást és energiabefektetést igényel. Minél kompatibilisebbek a karmák, annál kevésbé. Minél nehezebb karmák vagy nem harmonikus karmák kapcsolódnak össze, annál több energiabefektetést igényel éveken, évtizedeken keresztül. Nincs olyan, hogy eleve elrendeltetettség, de van olyan, hogy nem látod a korábbi megszokottságokat. Olyan van. Beszéltünk a különböző testekben való újra születés lehetőségeiről, és a mai nap utolsó kuanyjaként szeretném Pajcsang zenmester egyik klasszikusát idézni. Róka test. Pajcsang zenmester akárhányszor darma beszédet tartott, megjelent egy öreg világi férfi, meghallgatta és a végén a szerzetesekkel együtt távozott. Egy nap hátra maradt, ekkor a zenmester megkérdezte. Ki vagy? Nem vagyok emberi lény, válaszolta az öreg. Sok évszázaddal ezelőtt, Mahákás a idejében ezen a hegyen voltam mester, és elkövettem egy hatalmas hibát. Akkor egy szerzetes megkérdezett. Érvényese az ok és okozat törvénye a megvilágosodott emberre? Erre én azt mondtam, hogy nem. Ezért a válaszomért 500-szor születtem újra rókatestben. Kérlek, mester, mondd ki erre a kérdésre azt a mondatot, amely megszabadít a rókatesttől. Az ok és okozat törvénye világos, felelte Pajcsang. Ezt halva az öregember elérte a megvilágosodást, és így szólt. Már meg is szabadultam a rókatestől, amely egy barlangban fekszik a hegy túloldalán. Kérlek, temessétek el a szerzeteseknek kiáró szertartás szerint. Pajcsang zemmester aznap délelőtt bejelentette, hogy délután egy halotti szertartást tartanak. A szerzetesek értetlenül álltak, senki sem volt beteg, és haláleset sem történt. Ebéd után a mester odavezette a gyülekezetet a barlanghoz, megtalálták a rókát, és a szertartás szerint elhamvasztották. Este Pajcsang elbeszélte az egész történetet az egybegyülteknek. Huang Po azonnal megkérdezte. Ez az öregember egyetlen hibát vétett, és 500-szor született újra rókatestben. Mi történt volna, ha nem követi el ezt a hibát? Gyere ide, és elmondom, felelte Pajcsang. Ekkor Huang Po oda ment hozzá, és megütötte. A mester nevetett, megtapsolta, és így szólt. Azt hittem, hogy a barbárnak vörös a szakálla, de most látom, hogy a barbár szakálla vörös. Kérdések. Nem érvényes az ok és okozat törvénye, valamint az ok és okozat törvénye világos, ez a kettő azonos vagy különböző. Hogy szabadult meg az öregember a rókatesta? Milyen testben lenne az öregember, ha nem követi el a hibát? Miért ütötte meg Huang Po pajcsangot? Mit jelent az, hogy most látom, hogy a barbás szakáll a vörös? Kommentár. Ennek az embernek három feje van és hét lába. Ki tudja uralni? Ha csak beszélsz hozzá, azzal nem fogod. Ha megtalálod a nyúl szarvát, akkor uralhatod. Ezzel a történettel szeretném a mai előadást bezárni. Remélem, hogy mindenki inspirációt nyert arra, hogy azt a tudatot gyakorolja, azt a tudatállapotot érje el, amely túl van életen és halálon. Ezzel meghaladjuk azt a küszöböt, amely alatt kényszerből kell újra születnünk, elérhetjük azt a felébredett állapotot, amelyben a bótiszatva minőséget megvalósítjuk, és tudatosan saját szabad akaratunkból születünk újra olyan világokban, ahol az érzékszerfez kötött lények megmentése szükséges, beleértve ezt a Földet is. Köszönöm a figyelmet!